Gördeszkezés, egyensúlyozó gyakorlatok és csúszdázás csupa olyan művelet, amit emberekhez társítunk. Láthatjuk azonban, hogy a kutyák is képesek ezeket elvégezni. Csodákat lehet ma már művelni, ugyanis a kutya kiképzésben az elmúlt évtizedben egy nagyon nagy fejlődés történt, hasonlóan az informatikához, és elképesztő dolgokat tudunk már megtanítani nekik. Vámosi Nagy Nóra 5 éve szervez ebeknek programokat. Előtte kutya kiképzőként dolgozott, és érezte, hogy igénye van a kutyáknak a változatos mentális és fizikai munkára. Tulajdonképpen a kutyák elvesztették az állásukat, és munkanélküliek lettek, hiszen ők bizonyos célokra tenyésztve lettek. A legtöbb kutyába tombolnak az ösztönök, feladatuk lenne, és aztán behozzuk őket a városi életbe, és nem tudnak mit csinálni. És ezeket az ösztönöket, ezeket az energiákat, ezeket nekünk valahova be kell fogni, le kell kötni, mert ha nem kötjük le, akkor a kutya találni fog magának olyan tevékenységet, amivel ő leköti, de annak mi nem fogunk örülni. A kutyák akkor tudnak egészségesen, kiegyensúlyozott életet élni, hogyha le vannak kellőképpen fárasztva. Azonban más is más terhelést igényel minden kutyafajta. Teljesen más mondjuk egy border collie, akinek kvázi egy nyájat is lehetne venni az, hogy fejben lefárasszák, meg mondjuk egy vizsla, akinek egész nap mehetnékje van, mint mondjuk egy agár, aki egész nap fekszik a kanapén, naponta egyszer így istentelenül meg kell futtatni, és akkor onnantól kezdve úgy rendben van. Ezek a kutyák és gazdik rendszeresen járnak csoportos foglalkozásokra Nórához, ahol számos mozgásformát és trükköt elsajátítottak már. Porcsák Gabriella élete első kutyája a 6 éves Bernie Pastor Belló, akinek méretéből és energiaigényéből adódóan távolsági és engedelmességi feladatokat tanít. Ezt megtanultam a kutyázás közben, hogyha szellemileg lefárasztjuk őket, tehát feladatokat kap, különféle tanfolyamokra járok vele, akkor az felér egy 10 kilométeres futással, sőt, még többel is. Felelős állattartóként azonban figyelni kell arra, hogy az adott kutya a számára ideális sportokat tűzze. Azért vele vigyázni kell, mert egy nagy testű kutyus, és az ízületeire vigyázni kell, tehát például ilyen kengurukat nem nagyon szoktam vele erőltetni. A kutya falka ellet így a szociális ingerét is ki kell elégíteni. Fontos, hogy más kutyákkal tudjanak találkozni, hogy emberi társaságban, városi életben jól tudjanak működni. De szeretek fel. A mentális meg a fizikális állapot szorosan összefügg. Tehát csak egy egészséges állat fogja tudni azt a maximális mentális teljesítményt leadni, de ez igaz a lovaktól kezdve a kutyán át az emberig, tehát ez az épp testben épp lélekvonal, ez itt is ugyanúgy érvényes. A kutyák szokásai és életvitele mára azonban nagyban hasonlít az emberi fajéhoz. Ez a 3 éves havanész kutyus Bundi főállásban óvónőként dolgozik ebben a pécsi óviban. Ő reggel itt van, hogyha már érkeznek a gyerekek, akkor ő fogadja őket. A négy lábú kolléga nem csak zongorázik a gyerekekkel, hanem öltözésben is segít nekik. Szózd ide! Szag alapján kiválasztja a gyerekek cipőit és oda viszi a gazdájához. Megy trambulinra, mászókára, csúszdára, neki ezek ilyen alaptartozékok az élethez. Sokkal könnyebben motiválhatjuk őket, hogyha Bundi is ugyanazokat a feladatokat végrehajtja, amit az óvodásoktól kérünk. Az óvisok testnevelés foglalkozásán is részt vesz Bundi. A zsámolyokon való átugrálást a kutyus mellett a gyerekek is élvezik. Óriási segítség, amikor jönnek a gyerekek és be kell szokniuk ide az óvodába. Vagy esetleg a bölcsödébe. Inkább a bölcsis gyerekeknél fordul ez elő, hiszen ők először hagyják otthon ugye a szüleiket. És olyankor van egy kis sírás, de hogyha a Bundi itt van, akkor ez nagyon-nagyon gyorsan elmúlik, vagy egyáltalán nem jelentkezik. A fajta tiszta havanész hetente 3-szor jár a gyerekekhez, hogy segítse beilleszkedésüket és mindennapjaikat. Azonban kimeríti a gyerekekre való folyamatos figyelés. Amikor a gyerekek elmennek aludni, akkor ő is, tehát felmegy a kis irodába, és akkor ott pihen, és új erőt kap a délutánhoz. Fekszik? Nagy! Egy vadonatúj magyar kutatás kulisszatitkai balesetünkbe korábban, ahol MRI-vel vizsgálták a kutyák agyát. A kutatócsoportnak sikerült megfejteni, hogy az ebek hogyan képesek ennyi mindenre. A kutyák agya ugyanis az emberi agyhoz hasonló munkamegosztás szerint dolgozza fel a beszédet és az abban rejlő információt. Én
ez nagyon-nagyon fontos, hogy foglalkozzunk is a kutyával, tehát ne csak magunkhoz vegyük és legyen. Pataki Rita élete részévé vált, hogy két keverék kutyáját napi szinten oktassa. Dió és döcögői bámulatos, szinte artista mutatványokra is képes. Aztán hoztam egy ilyen anyagdarabot, aminek a két szélét megcsomoztam. Azt fogom majd tőlük kérni, hogy feküdjenek rá, aztán majd takarózzanak be. A két keverék kutyus nagyon jól együttműködik, sőt gazdájukkal közösen még ugráló kötelezni is tudnak. Nálunk a trükközés az gyakorlatilag egy játék a kutyával, egy játékos foglalkozás, amit látom, hogy ők is élveznek, és csak addig és akkor csinálom, amikor látom, hogy ő is élvezik. Diónak és társainak teljesen világos, hogy mit kérnek tőlük a gazdáik. A szoros kapcsolat egyik alapja, hogy a kutyának fontos, hogy megfeleljen az embernek, aki mellett biztonságban érzi magát. Én azt gondolom, hogy a kutyák gyógyítanak minket és tanítanak minket, ha hagyjuk, és nem pedig rájuk erőszakoljuk, ami stresszes, kicsit bolondos életformánkat, hanem hagyjuk azt, hogy picikét mi kövessük őket. A kutyák sokban hasonlítanak az emberi fajhoz, ezért tudunk harmonikusan együtt élni velük. Azonban fontos, hogy kedvenceink korlátaira odafigyeljünk, és testi, lelki, valamint mentális épségüket szem előtt tartsuk.